megacölöpök, amelyek, hogy mondtam, 16-ban jöttek létre. 18-ban szintén volt egy próbálkozás, injektálták műgyantával a torony alapjait, és ezt az ABBA Novation cég Magyarországról végezte el. Na, ezek után jött azután ez a vizsgálat a Szentendrei cégtől, és ez a felmérés, tehát pontosabban mondva 2020. októberében kezdődött el. Sajnos azóta nem kaptunk meg erről eredményt,